Tisztelt főtitkár asszony, elnök urak, kedves kollégák! Ha jól nézem, akkor már 0 perc van a maradék 4 szekció beszámolójára. Az előző 5 után, úgyhogy nagyon rövid leszek, mert nyilván lesznek majd egyéb előadások is. Péntek délőtt tartottuk ezt az intelligens szakosodás a város térségekben elnevezésű szekciót, 6 előadásot, ebből 2 bevezető jellegű, 4 pedig konkrét várost, Győr, Miskolc, Szeged és Nyíregyházának a tervét ismertette. Nem voltunk sokan 15-20-an, de nagyon élénk vita volt, majdnem lekéstük az ebédet emiatt, tehát nagyon hasznosnak tartom. És azért se voltunk szerintem sokan, mert szünetben sokan megkérdezték, hogy mi ez az intelligens szakosodás. Hogy ez egy gumicsont, újabb brüsszeli jelszó, amit cserélgetnek, vagy pedig valós, reális tartalma van. Azt kell mondanom, hogy igen, tehát ez egy reális felismerés, és a lényege, hogy térségekben a gazdasági szerkezetváltást elő kell segíteni, mégpedig a magánszektor versenyelőnyei alapján. Ugyanis kiderült az elmúlt, nálunk is az elmúlt jó néhány évben, az uniós támogatások, a projektalapú, szétszórt, betonozási jellegű támogatásoknak gazdasági növekedési hatása minimális. Munkahelyet alig teremt, pénzt elköltjük, lepapírozzuk, de nincs érdemi hatása. És ez a felismerés már 15 éve megjelent a közgazdaságtanban, a jelenlévők többsége még ezt nyilván nem tanulta, tehát a regionális gazdaságtanban tanítjuk a vidéki egyetemeken, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, meg máshol is, úgyhogy be lehet iratkozni majd továbbképzésre. Tehát a regionális gazdaságtanban már az endogén helyi fejlődés, az evolúciós közgazdaságtani irányzatok és a Nobel-díjas Williamson kuruma meg a többi eredményeiből egy új paradigmaváltás alakult ki. És az új paradigmaváltás elméletileg is megalapozta, amit tanítunk 15 éve, hogy bekerült az európai regionális politikába 2009-től, Barka jelentés, az a place-based és így tovább. Tehát ezzel lezárva, a fordítás nem szerencsés, az intelligens szakosodás azt jelenti, hogy tudás alapú, innovatív, magas hozzáadott értékű tevékenységek támogatása szektortól függetlenül, kreatív ipartól, turizmusig, informatikáig, bármi lehet, ami piacért is talál, és traded jellegű, tehát kívülről tud jövedelmet behozni a térségbe. Ennyit a oktatásról, továbbképzésről. 6 előadás volt, Peredi Zoltán főosztályvezető helyettes a Nemzeti Innovációs Hivatalból ismertette ezt a programot. Ez a partnerségi program része sajnos nem készült el, csak akcióprogramot tudtunk Brüsszelbe begyújtani, úgyhogy november végéig pótolja a kormány részletesen, úgyhogy mindenki szembesült a jelenlévők közül azzal, hogy saját megyében, városában jövő héten, vagy következő 10 napban lesz ilyen workshop, ahol elkészül a megyéknek, szeptember végéig a programban nyilván gyorsított ütem, a kormány elkészíti. Október végéig az országos és megyei programok koordinációját, és utána benyújtják Brüsszelnek november végéig. Tehát egy nagyon erőtetett lesz, 700 milliárd forint van rá, és Accenta program, horizontális, tehát csak olyan programok támogathatók az egyéb operatív programokból, amelyek összhangban állnak ezzel a intelligens szakosodással. Tehát aki ilyenekkel foglalkozik, az figyeljen föl rá. Úgyhogy ez volt Peredi Zoltán előadása, Borsi Balázs áttekintette az európai folyamatokat, és utána 4 városra nagyon röviden majd érdeklődők megnézhetik a szlájdokon. Brechnitzer János Győrt mutatta be, mint a sikeres város, amelynek egy modernizációs, polgárosodási, társadalmi innovációs háttere volt, és a központi kormányzattal szemben már 70-es, 80-as években ipari paktok, ezzel minden összejött, és most már az Audi. És akörül már majdnem több száz startup és egyéb kis cég alakult ki, és betettek az ipari parkot. Egy nagyon sikeres, alulról szerveződő példája az intelligens szakosodásnak. A másik példa Miskolc volt, Kociszki György professzor előadásában. Miskolcon még csak csírái vannak meg a nanotechnológián és más helyi kialakult előnyökön alapuló stratégiának. Szegedről én beszéltem, lézerközpontról bizonyára olvastak, 60 milliárd forintból
világszínvonalú lézerberendezések, sajnos magyar beszállító semmi sincsen, tehát ezt mind a Siemens meg a többi szállítja, és a menedzsment meg a kutatók is egész Európából jönnek pályázat alapján, tehát ez egy unió által irányított projekt. Fő kérdés, hogy lehet ezt beilleszteni a szegedi gazdasági életbe, hogy ehhez kapcsolódva milyen üzletágak, iparágak, startupok tudnak majd munkahelyeket teremteni, nagyon bízunk az informatikától a fotonikáig, és ehhez tudásparkot és egyéb infrastruktúrát kell létesíteni. És utolsó előadásként Nyíregyházáról volt szó, ha már itt vagyunk, úgyhogy Róka László és Kézdi Béla beszélt a nyíregyházi városfejlesztésről, és nekem is meglepő volt, hogy a Legót így gyártják, meg a Michelint, meg nagyon sok sikeres középállok. Nem csak FDI, tehát nem csak multi, hanem sikeres vállalkozások is vannak, és valóban munkanélküliség itt csökken. Úgyhogy bízok benne, hogy a közgazdászok megismerik majd ezt az új fogalmat, és mivel mindenki valamilyen településen él, valószínűleg nem lakókocsiban a város határában, vagy nem ingat hajléktalanként, hát figyeljen oda mindenki a saját környezetére, és segítse elő közgazdászként a helyi gazdaságfejlődését. Köszönöm a figyelmet!